Laci az egyik vonatnak a vezetője, én a másik vonatnak a vezetője. 10 éve vagyok a cégnél. Hát én személy szerint nagyon sokat fejlődtem, amikor idejöttem, én nem voltam ebben a szakmában, de én az elejétől kezdtem. Egy pár év előttem, mint csoportfelelős, és utána váltásvezető. Én úgy kerültem ide, hogy egy komoly csapathoz akartam tartozni, tudtam, hogy a Bertis egy megbízható komoly cég. Leadtam a kérést, és így juttam be. 89-ben Szebenbe végeztem az iskolát, 91-ben Margo ide mentem dolgozni. 2003-tól vagyok a cégnél, 2003 augusztusától. Hát igen, a cégünk a Mezőutcában nagyon kicsi volt, de ott is jó volt dolgozni. Tehát jó csapatokban, ott onnan úgy jöttünk, hogy jó csapattal. Összetartó emberek voltunk, kevesen voltunk, de sokat dolgoztunk, sokat csináltunk, látszott is a cég fejlődésén. Aztán persze most olyan emberekkel dolgozni, mint Kocsi, mint Tibor, hát az szenzáció. Tehát én csak ezt tudom. Autót tudok vezetni, hentes, finom hentes állót készítem. Ennyi az életek, másban nem is avatkozok vele. Minden nap találkozunk valami újat, valamilyen találkozunk minden nap. Minden nap próbálunk odafigyelni, hogy ne tévedjünk. Tehát ez, mikor egy hentes állók kijön, akár egy bízsli, akár egy palizel kijön, úgy adni szeretnénk, hogy már pedig úgy kell. Erre próbálunk törekedni, az jó. Az az elég tétel. Az az elég tétel. Megkapjuk a rendelést reggel, az alapján elkészítjük az alapanyagokat, és összeállítjuk a termékeket. Az alapanyagot úgy próbáljuk kiválasztani, hogy inkább tehát a nagy része lapocka legyen, tehát disznó, sertés, lapocka és szalonna. A legjobb, mikor összeállítjuk a termékeket, elkészítjük az őrlésre, szerintem az alapanyagok kiválasztása, a recept szerint elkészítése. Mindig minőségi alapanyagok, ez az első, legfontosabb. A munkafázisok, a recept szigorú betartása, és a munkafolyamatok ellenőrzése. És egy kis szeretet, mert ez a legfontosabb. A szeretettel van készítve, akkor mindig finom lesz a termék. Amit szívvel, lélekkel csinálsz, hogy mindig jó lesz. Tehát ez törvény, szabály, hogy amit csinálsz, oda figyelj oda. Tedd belé apait, anyait, ahhoz jó. Hát általában az emberek jókedve jönnek munkába. Jó kedve dolgoznak, nekem az a benyomásom. Szeretik, amit csinálnak, és szerintem sok barátság kötődött itt bent a cégnél. A munkaprogram 3 óráig az első váltásnak, 3-kor átveszi a második váltás, egész este 12-ig, vagy ameddig munka van. A csapatot kicsit össze kell kovácsolni néha, hogy egyfelé húzzon a szekér. Az emberekkel való munka is, ugye technikai problémák is általában adódnak, ezt mindig kell korrigálni. Na, de általában sikerrel vesszük ezeket a kanyarokat. Igazokat nem jedünk meg ettől. Nem, bele vagyunk bele azonban. Nem, bele való. Ezért vagyunk mi. Bertis is termékeket, Bertis is szállta, készített termékeket szerintem mindenkinek lehet ajánlani, mert ennél jobb szerintem nem is lehet. Ilyen nincs, hogy kinek ajánlnak, bár mindenki. Tehát most nem azért csinálunk napon, tehát nem azért nőtt a termelésünk sem, mert nem jó a termelés. Szerintem valami van benne, hogy nagyon vásárló előnk, sokan szeretik a hentes állóinkat, szerintem